Köszöntöm az Infotelevízió nézőit, vendégünk Véglászló, a Fidesz-KDNP sümegi polgármester jelöltje. Hétfőn volt Kósa Lajos országgyűlési képviselő, Ajkán egy lakossági fórumot tartott, ahol ön is megjelent. Kósa Lajos ugye gyakorlott polgármester, sikerült-e vele beszélni, esetleg egyeztetni az itteni programokról, mit szólt hozzá? Én is köszöntöm az Infotelevízió nézőit, igen. Hát nem véletlenül mentem el Ajkára. Egyrészt mindig is érdekelt, és érdekel most is egy ilyen tapasztalt polgármester véleménye, mondhatjuk előadása. Egyébként is Kósa Lajossal az utóbbi néhány évben egész közeli viszonyba kerültem, tehát elég sokat találkoztam vele az utóbbi nagyjából 3/4 évben. Tulajdonképpen elmondta azt, amit a fórumon már elmondott az ajkai közönségnek, sümeg vonatkozásában is, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ki lesz a polgármester. Ez a választás ez sokkal többről szól, mint eddig bármelyik, én szerintem és ő szerinte is. Tehát itt az egyéni ambíciókat minden polgármester jelöltnek a háttérbe kéne szorítani, mert itt valóban egy olyan időszak következik, ez a következő 5 év, most ugye 5 éves ciklusok lesznek. Az azért fontos, mert ennyi pénz még soha nem áramlott be az országba az Európai Unió felől, és itt egy öldöklő verseny lesz. Tehát az önkormányzatok nagy része az már most is Fidesz-KDNP vezetés alatt áll. Tehát hogyha csak ezt nézzük, akkor is nagyon vigyázni kell arra, hogy ebből a sorból lehetőleg ne lógjunk ki, hiszen azért azt mindenki tudja, aki józanul gondolkodik, hogy a lobby ereje nyilván a kormánypártokhoz közel álló embereknek van, személyes kapcsolatok alapján is, és bizony itt egy olyan verseny lesz, Sümeg, Tapolca, Keszthely, Devecser, de mondhatnám tágabb körben is. Ezekkel a városokkal nekünk mind meg kell mérkőzni, és egyáltalán nem mindegy, hogy ki lesz a polgármester. És nyilván még az is nagyon fontos, hogy olyan polgármester legyen, akit érdekel egyáltalán a városnak a sorsa olyan szinten is, hogy valóban minden energiáját abba fekteti bele most a következő 5 évben, ebből a 7 éves EU-s ciklusból, hogy valóban lehetőleg milliárdok jöjjenek ebbe a városba, és olyan fejlesztésekre, amelyek végre munkahelyet teremtenek, tehát hogy részt tudjunk venni az ország újra iparosítási programjában. Olyan gazdaságfejlesztési programot fogunk csinálni, amely nagyon nagy mértékben támaszkodik az adott települések ötleteire, az ott lévő tettereire, innovációjára, együttműködési készségére. Most pont polgármesterre gondoltam, Sümeg teljesen jól ki van találva, várkapitány, stb. Zseniális. Egy kis település is ki lehet találni, Sümeg, vár, idegenforgalom, tökéletes, még mellé tesznek egy kis kézműves sajtkészítő vizét, ami ott a vendéglátást meg a turizmust kiszolgálja, Balatonfelvidék, kész. Már csak megszületni volt nehéz. Mert ugye a várat nem maguk építették, hanem ezt csak örökségbe kapták. Mióta építik a sümegi már ezt a modernkori legendáját ott egyébként fogalmasodik? 25 éve. Én, de most már én Debrecenből megyek az utcán, és egyébként én látom, mert ugye még cikkeztek is erről, a mi újságunkban, a Hajdúviari Napló, hogy a sümegi vár milyen jó. És egy csomó ember megy oda, de nézzék, ez olyan, mint minden az életben, hát kell vele foglalkozni 10-15-20 évet. Hát egy gyereket is nem megcsinálni nehéz, 18 évig fel kell nevelni, és még utána sincsen kész, és utána még bajlódunk fel, aztán viszont 30-as unokáktól, a tanácsok ilyen, az igazán fontos, nehéz dolgok egy-két évtizedig eltartanak. De utána annak van meg az eredmény. Kósa az előadásában többször kiemelte, hogy minden településnek meg kell találnia önmagát, és jó néhány szó sümegi példát hozott fel, hogy itt egyrészt már sikerült is. Esetleg beszéltek a jövőben konkrétumokról? Igen, beszéltünk erről, és én neki is elmondtam, hogy itt nagyon nagy projekteknek kell futni, hiszen a belvárost is folytatni kell, tehát a belváros rendbetételét. A püspöki palotának is nagyon fontos szerepet szánunk, de természetesen a munkahelyteremtésről volt szó azért a legnagyobb hangsúllyal, mert én úgy érzem, hogy valóban most ez az elsődleges probléma. A turizmussal kapcsolatban meg úgy látom,
ezt is már többször kihangsúlyoztam, hogy tulajdonképpen itt a rendezvényturizmus beindítása lenne a legsürgősebb feladat, és ahhoz legalábbis nem milliárdok kellenek, tehát nem egy akkora beruházás, hogy díszburkolattal ellátjuk a kisfaludi teret, stb. Stb. Tehát most az első időszakban erről nem kell, hogy szó legyen. Jövőre nagyon szeretném, hogyha valóban élettel telne meg a belváros, és ezért mindent meg is fogok tenni, és biztos vagyok benne, hogy ez így is lesz, és ez már beindít olyan folyamatokat, amelyek aztán néhány éven belül lehetővé teszik azt, hogy a tulajdonosokkal, a vállalkozókkal, akár közösen is, úgy kinézetre is olyan legyen a belvárosunk végre, mondjuk 4-5 év múlva, mint amilyen Szentendre mondjuk. Választások idején mindig felgyorsulnak az események, több a találkozó, a megbeszélés, egyeztetés. Budapesten járt a Orbán Viktor miniszterelnök úrral, találkozott, nem kapott sok időt, de gondolom, hogy beszélgettek az esemény megjövőjéről. Igen, és szinte megdöbbentő volt, hogy miniszterelnök úr nyilván nem csak Sümeggel, de mennyire képben van a sümegi történéseket illetően. Tudta, hogy ki az ellenfelem, vagy pontosabban kinek vagyok én a kihívója, fogalmazunk így. Tudta mostani történéseket is, úgy nagy vonalakban, tehát mondjuk itt a várral kapcsolatos pereskedést. Tehát képben volt miniszterelnök úr, és valóban csak 4-5 percig tudtunk beszélgetni, de biztosított arról, hogy a szívén viseli Sümeg sorsát ő személy szerint is. Egyébként szokott ide jönni személyesen, ha nem is sokszor, de átlag évente egyszer elő szokott fordulni Sümegen miniszterelnök úr. Szereti ezt a várost, és ő is úgy érzi, hogy nem szabad kilógni a sorból Sümegnek. Külön felhívta a figyelmem arra, hogy mindenképpen, azt mondta Laci, győznötökkel mindenképpen, mert akkor tudjuk segíteni ezt a várost. Jönnek a kampányrendezvények, mi lesz itt október 12-ig? Amit biztosan előre látunk, és ezt már jó ideje előre látjuk, hogy a következő hétvégén, tehát ez október 3-a és 4-e, lesz két rendezvényünk. És egyébként lesz egy rendezvényünk október 1-én is, de ezt néhány napja döntöttük el, akkor így elmondom időrendi sorrendben. Az október 1-i rendezvény az egy vállalkozóknak szánt fórum lesz a Kisfaludi étterem kék termében. Ide is nyilván bejöhet bárki, de ide meghívott vendégek is lesznek. Tulajdonképpen a térségi vállalkozók egyesületével szeretnék én személy szerint is, és maga ez a csapat, aki velem indul, találkozni, és elmondani a mi elképzeléseinket, másrészt pedig meghallgatni az ő véleményüket és bajaikat. Nyilván ebből tudunk építkezni mi is, bár természetesen eddig is sor került már ilyen találkozókra, hiszen a programunkat ezek alapján írtuk meg. A következő az október 3-a, péntek, ez a művelődési házban lesz. Itt megint alkalmat keresünk arra, hogy bemutatkozzon személyesen, vélhetőleg és remélhetőleg nagyobb közönség előtt a csapat, és utána azért a szórakozásáról is gondoskodni szeretnénk a sümegieknek. Sasvári Sándor fog énekelni. Október 4-én pedig egy nagyon nagyszabású rendezvény lesz, amit már augusztus közepén körülbelül leszerveztünk. Október 4-én a Palota kertben 3 koncert lesz, és felhívnám a figyelmet, hogy ez 3 élő koncertet jelent. A sümegiek helyi kedvence, a DVG fogja nyitni a sort délután 6 órakor, utána jön egy igazi sztár vendég, Radics Gigi, és este fél kilenckor lép színpadra Mága Zoltán 5-tagú zenekarával. És itt még azt is szeretném elmondani, hogy nyilván ez egy kampányrendezvény, egy politikai rendezvény, tehát hívtunk meg olyan politikusokat is, akik azért országosan ismertek. Gyakorlatilag biztos, már hetekkel ezelőtt jelezte, hogy itt lesz Kocsis Máté személyesen,
Kovács Zoltánnal is egyeztettem, államtitkár úr is jelezte, hogy majdnem biztos, 99% biztos, hogy itt tud lenni, és még talán addig sikerül másokat is meghívni, hát hiszen ilyen kampányidőszakban ők nagyon elfoglaltak, nagyon sok helyre kell menni, de mondom, ez a két ember gyakorlatilag biztos, és természetesen itt is szeretnénk kihasználni az alkalmat, hogy a nem tudom mekkora tömeg előtt, de remélem, hogy ezek a zenekarok azért akár egy több ezres tömeget is ide vonzhatnak a palotakertben, hogy újra ismertetni tudjuk a programunkat személyesen a színpadról. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!